körülményeitek azok bizony nagyon jónak mondhatók, de vajon hogy volt ez a te gyerekkorodban, és hogy élsz most ebben a jólétben, tudod-e ezt értékelni? Abszolút, azt érzem, hogy tudom értékelni, és aki szerintem nem ebből a létből jön, és ez én vagyok, az annak van egy ilyen határ mindig, és valahol mindig ott maradok. Tehát, hogy azért a forintnak az értéke, a dolgoknak az értéke, az úgy valahogy így megmarad. Pont azért... A forint értékét, te tudod, azért most az ember most nézi azt, a... Most ne nézzük az árfolyamat, igen. Jó, most az érték... nem azt a... Okay. Tehát, hogy a pénznek... Szóval megmarad az... Szóval megmarad az, hogy bizonyos dolgokat nem veszek meg, mikor megtehetném. Vagy nem költök annyit, amennyit mondjuk tehetnék, mert hogy nem tudom, ez egyfajta ilyen stop így bennem, és egyébként most már nem csak bennem, hanem azt látom, hogy a környezetemben élőknek is, tehát ezt mi már nyilván jól átbeszéltük, hogy ezért azért van egy ilyen áj. Tehát például én, amikor kicsik voltak a gyerekek, és bementünk, és mindig mondtam nekik is, hogy egy dolgot vehettek, nyilván ennek más oka is volt, de hogy mindig az volt, hogy egy dolgot vehettek csak, és volt olyan, hogy azt mondtam nekik, ó, csoki, nem tudom, 200 forint, ennyi pénze most anyának nincs, most hogy így tudatosítsam bennük, hogy nem minden az, amit mi megtehetnénk, azt ők már kiskorukban legyen egy ilyen áj, és egy ilyen értékrend ugyan. De ehhez át kellett menned egy olyan szakaszon, nem az életben, amikor azért volt minden, tehát vettünk mindenféle dolgokat, költöttünk, jöttünk, mentünk, nem? Vagy ez az anyasággal jött, vagy ez korábban is megvolt benned? Így arra gondolsz, hogy amikor már megvolt ez a jólét, és igen, hogy, hát amikor már menő csaj voltál, playmate voltál, amikor már dalod is megjelent, és amikor mondjuk megismerkedtetek a Majkával, tehát amikor hát jött a biznisz, jött a pénz, igen, akkor azért az ember átesik általában egy ilyen fogyasztási szakaszon, hogy mindent veszünk. Persze, hát ne viccelj, amikor bementem először egy ABC-be. Hát ott aztán mindent vettem. Mindent. Tehát, hogy ez manna volt nekem, amikor már a téli szalámit, mert nem csak oda mész és megszagolgatod, hanem húha, vegyünk egy jó nagy ruddal, és mehetünk haza, és megehetjük. Tehát például ilyenek. Miért gyerekkorodban nem volt ilyen? De volt, de nagyon kevésszer. Tehát, hogy ezért pont mondjuk a téli szalámi az azért nem volt egy olcsó mulatság, és akkor mi nem azt tettünk, hanem akkor, de nyilván volt, tehát volt ilyen is, volt ilyen időszakunk is, nem túl sok. Tehát azért anyu nagyon figyelt arra, hogy tényleg úgymond mindenünk meglegyen, amit megtehetünk, megtehettek.